lássa el. Dömnöki teendő íz, mindenben mi egy kicsit függöny is húzunk, hogy a fény is tökéletes legyen. Lássa kezdődik, Pontos Lajos választhat, és rögtön a fekete szín el is nyerte le, és nem tudom, hogy ez kicserélhető, ez nem. De akkor hogy segítjük a munkáját, de talán most nem haragszik, mert lekésebb 5 métert. Írni nem kötelező anyag. De miért 10 perc lesz csak? Azt hiszem, hogy megkérnénk Amand nagymestert, hogy és a bíró megkezdi a játszmát, ezzel jó játékot kívánunk. És a miniszter úr fogja az első lépést megtenni, ahogy a bíró megindítja a világos óráját. Gyorsan beregnek az első lépések, egy zárt megnyitással kezdünk. Cold call opening, maybe, or... Vissza kéne hozni B3-ra, hogy a négy alog meginduljon. Ez egy jó... Nem, hogy akkor a tanácsadókat is meg kellene kérni, hogy a miniszter úr részéről mit javasolnának. Miniszter úr, hogyan állunk világosan? Meglepően jól. De hát minden kezdet nehéz később még elrontassuk. Arra nem beszélve, hogy most azért a futópált átengedtük, de hát a huszárok is kettesével dolgoznak. Akkor, ha jobb szeretik a futókat, a másokat. Hát fehér még nincsen nagy bajban. És a polgármester ők hogy össze... Miniszter úr nagyon jól játszott. Kortis nagymesterrel két alkalommal volt szerencsém találkozni, mind a kétszer ő volt szimultán, és kettő ura vezet. Szeretnénk átadni egy sakról szóló könyvet, és megszeretnénk kérni, hogy mielőtt ezt átadunk, hogy legyen benne a... Az bizony egy szép hosszú készfogást, amit majd... Sok sikert kívánok! Ja, nem a jól, arról arról akarok. Önnél van a híres kis füzetké, amivel számtalan sakkbajnok aláírása szerepel. Megmutatja nekünk? Természetesen. 1988 óta gyűjtöm Brüsszelben egy versenyen, ahol részt vett a világ 25 legjobb játékosa. És ott egy szimultánban részt vehettem, akkor Ljubojevics nagymester ellen, aki persze 25 lépésben megvert, és ott kezdtem aláírásokat gyűjteni híres sakkozóktól. Körülbelül hány aláírás szerepel benne? Hát ebben körülbelül 20 lehet. Itt az első oldalon ez a Ljubojevics parti, itt rögtön Kasparov aláírása, Sportis nagymesteré, Timman nagymesteré, aki ugye holland, itt van Karpov aláírása, ez Korcsnoé, itt magyar nagymesterek, Ribli Zoltán, Szaksz Gyula, ez is világbajnok volt, Spassky. Anandé hova került? Anandé, az most a legvégén van. Polgár Judité mellett adható. 1988 óta. Nem is olyan régen. Egyébként hány éves sakkozik? Hány éve követi a sakkot? Hát 8 éves koromban tanultam meg sakkozni, édesapám egy barátjától, azóta szerelmese vagyok a játéknak. Amatőr szinten játszom természetesen, de már akkor a sakkéletbe figyeltem a versenyeket, most pedig sokkal könnyebb, mert az interneten minden nagy verseny követhető élőben.